foglalkoztatásnél tálalhatunk. Értettem. Gyermekkori karácsonyok. Igaz, Pelikán elvtárs? Jól esik az embernek az ünnep, mert nem minden nap van ünnep, és ezért ezek a napok olyan dicsőséges napok. Az egész más az ünnep meg, amikor a hétköznapi napok. Én a családi ünnepeket szeretem. A család az olyan kedvesen meg tudja ünnepelni az Magyarországon kétféle ünnep van. Az egyik fajtán ajándékokat kapok, és otthon jókat főznek. Ilyen a karácsony és a születésnap. Karácsonyi élőképek, előadja az Arizona Trió. Jézus születése. Tegyétek vissza. Majd holnap visszahozzuk. A keresetet egyformán elosztjuk. Klárika, ezt magának hoztam. Nekem? Karácsonyfára. Mert hogy kevés a dísz. Na, dísz. Kellemes karácsony. Vegye ki ezt a csecsemőt a betlehemi jászolból. Kérem, én úgy gondoltam, hogy... Azt rosszul gondolta, tanító úr. Egy közönséges földi halandó, még játékból se lehet Isten fiának kinevezni. Mennyből az angyal lejött hozzátok. Abban, hogy ennek örülnél a legjobban. Képzeld, most egy karácsonyi körkérdés, milyen ajándéknak örülne a legjobban. Hát azt feleltem rá vízből, hogy kisvasútnak, és a mama beugrott. Hé, Buksi, ezt a mackót anyuka kérte neked a Jézuskától. Anyuka hol van? Anyuka elutazott. Gyertek ide, nézzétek meg, mit hozott a Jézuska. Majd megnézi. Jó? Nekem sáv. Ez honnan van? Kötöttem. Mikor? Hol? Lomának sáv. Na már így csak föltesszük. Egész csinos lett. Péternek sáv. Köszönöm a sálat.
Zénó bácsinak? Tudom, tudom. Sapka. Sakjaimat felajánlom a tanyai iskolák fűtésére. Ilyen! 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 Maradj! Ég a függöny. Te itt tűz van. Na nézz oda. Ettől ne üljek vissza később. Csönd! Maga itt most nem vendég, hanem ajándék. Álljon a fal alá. 14 éves fiam lehetne. Janika. Egy ilyen komisz kis kölyök. Kócos csavargó. Itt állna a karácsony fa alatt. És hogy örülne most a kis vasútnak? Ha akkor itt nem hagyott volna az a gazember. Ne legyen szomorú a kislány miatt. Az biztos a pejem van most, mint mi. Azért micsoda gyönyörű karácsony esték voltak mi nálunk. Sokszor 30-an is összejöttünk. Hát akkor persze nem csak ez az egyetlen rendes szobánk volt úgy, mint most. Jaj, és a barátok. Jaj, azok hova lettek? Kanada, London, Párizs, Rio de Janeiro. Szétfutottak. Mi itt maradtunk. Azt mondtad anyám, hogy ez a karácsony este a mi búcsvestünk. Mert ezentúl szétszórodik a család. Ne készülj mama sehová. Továbbra is itt maradunk, és ezentúl is együtt élünk a palotában. De hogy enni mit fogunk, azt nem tudom. Egy fél zsák sárga borsunk van még, meg egy pár kiló tarkabab, és kész. Az ember soha nem tudja, melyik az utolsó karácsonya. Nagyon ízletes ez a hurka! Olyan finom! Tolvaj! Zárd ki ezt a tolvaj disznót! Csókolom! Szervusztok! Hűha, Cinzano! A legkedvesebb vendégnek! Miattam ne bontsák fel! Tessék leülni és hallgatni! Óvatosan csinálj, nem? Finom volt! Kabot alulra! Egészségünkre! Csókolom! Szervusztok! Boldog karácsony! Krisztián, Klinike Frau. Jó napot kívánok, tessék parancsolni. Állarcot kérem. Állarcot? Melyiket adhatom? Hát... ezt tetszik például? Nem. Jó, inkább azt a kis soványat. Pont úgy néz ki, mint egy haver. Happy New Year to you, Happy New Year to you. Everybody happy? Hát te varázsló vagy, nem kaptak el? Nem. Dokument van, és különben is csak itt voltam a szomszédba a főrendező bácsinál. Onnan varázsoltam ezt. Köszönjük! Nyisd ki! Nem, majd ti bontsátok fel éjfélkor. Na is maga? Addigra én már máshol vagyok beütemezve. Lámol! Bujék! Bujék! Szia! Szia! Szervusz! Na, gyere! Szevasztok!